Kötélugrók mutatták meg az ifjú katasztrófa védőknek, hogyan is kell ezt csinálni. Ilyen feladat azért nem várt a 34 csapatra, de különböző elméleti és gyakorlati feladatok igen. Összesen 9 állomás várt a két korcsoportra, akik részben a hivatásos szakemberek utánpótlását is jelenthetik a jövőben. Mindenképp egyfajta alapot ad a gondolkodásba, és aztán mindenki büszkén elmondja egy ilyen kötetlenebb társalgásnál, hogy ő bizony részt vett akár az önkéntes tűzoltó versenyeken, ami körzeti szinteken megy, illetve ilyen katasztrófavédelmi megyei versenyeken is, és mindig úgy nyugtázom, hogy hát akkor érdemes volt ezt csinálni. A város is mindenben segíti a tűzoltók és a katasztrófa védők munkáját, mivel ők a győriek biztonságáról gondoskodnak, ezért az önkormányzat számára is jó hír, hogy ilyen népszerű a szakma és annak megyei ifjúsági versenye. Azt gondolom, hogy Győrben a hivatásos szervek, a katasztrófavédelem, az amellett a tűzoltóság és a rendőrség is aktívan kiveszi a részét abban, hogy a fiatalkori számára ismereteket adjanak át egyéb területen a hivatásos feladatukon kívül. Azt gondolom, ez így példaértékű, jól dolgoznak, és nagyon fontos, hogy ilyen kiegészítő rendezvények is legyenek, és hát az önkormányzat is partner ebben. Ez az 1968-ban készült, de még ma is működő képes sziréna jelezte a verseny kezdetét, ezután pedig a csapatok állomásról állomásra járva mutathatták meg, mit tudnak a veszélyhelyzetekről. Befüstölt sátorból eszközöket kell kihozniuk, illetve sötétbe tapogatása megkeresni egyáltalán, hogy mit hoznak ki. Ami még külön felkészülést igényel, az a tűzoltó szerelés, tehát jó magam tűzoltóként ugyancsak nézem ezeket a gyerekeket, amilyen gyorsak, tehát korukból és ügyességből adódó lényegesen gyorsabban csinálnák, mint én, illetve ami szakmai felkészültséget, elméletit igényel, az a teszt, nagyon komoly elsősegélynyújtás, és nagyon praktikus ismeretek vannak, balatoni viharjelzések ismerete, egy mini állomást hoztak az ottani kollégák, akik üzemeltetik az állomásokat. A 34 csapatból a két korosztályos első az április 23-i budapesti országos versenyen is képviselheti a megyét. Az elmúlt években Győr Szemere szerepelt a legjobban, de a kiélezett küzdelemben ezúttal senki sem lehetett biztos a végső győzelemben.